Nagy meglepetésben lehetett része a Kétyi művelődési házba belépő nyugdíjasoknak csütörtökön a déli órákban. Az odalátogatókat polgármesteri köszöntő, közös ebéd és zenei előadás is várta. A hangulatra tehát nem lehetett semmiféle panasz, és az asztaloknál is felhőtlenül jókedvű résztvevőket láthattunk. Gödrei Zoltán, a község polgármestere kiemelte, idős polgáraikra mindig szeretettel gondolnak, és a falu önkormányzata is igyekszik mindenben a segítségükre lenni. Mindenféle szolgáltatást megpróbálunk megtartani, amit lehet, illetve az ő igényeiket szeretnénk kielégíteni, amennyire tudjuk. Hát nagyon sok olyan dolog, mint például ugye a fiók gyógyszertár, vagy a bank fiók, ezek sajnos megszűntek, de ezt nem az önkormányzat generálta, hanem ez csak így jött magától, de ezen kívül megpróbáljuk nekik mindent megtartani, amit meg tudunk. Most véleményem szerint egy nagyon nagy célunk fog teljesülni, úgy néz ki, hogy sikerül megtartani a postát, ami szerintem az időseknek egy nagyon nagy segítség lesz. Az ünnepeltek pedig megjegyezték, hálásak a szervezőknek, hiszen nem mindenhol van lehetőség ilyen programokra, Kétyen pedig mindig gondolnak az ő generációjukra, és nem hagyják, hogy unatkozzanak. Ez nagyon jó, mert közelben így színház, vagy ha el tud menni az ember, nem tud hazajönni a busz miatt, mert akkor a vége van már, nincs vége a színháznak, és akkor a busz eljön. Ezzel az ünnepséggel a falu életében nem értek véget a közösségépítő összejövetelek. Az önkormányzat a jövőben még számos meglepetéssel készül a lakosok számára, kortól függetlenül.